A festmény személyesen engem érintő története az 2005 tavaszán kezdődött, amikor mint rendesen, addigra már többedik alkalommal részt vettem a nagyházi árverést megelőző zsűriben. Nagyházi Csaba volt szinte az egyetlen olyan műkereskedő, aki régi külföldi képeket is árverésre bocsátott, és ekkor, 2005 márciusában vagyunk, láttam először ezt a festményt, és akkor, amikor kihozták a raktárból, és megláttam, akkor az életemnek egyik óriási, elementáris élménye ért. Úgy szívemhez kaptam, és azt mondtam, hogy ezt pedig Tiziano festette. Egy 16. századi, tehát érett reneszánsz korából való velencei festményről van szó. A kompozíciónak a Madonnát és a gyermekét ábrázoló nagyobbik része az két másik képen is nagyon hasonló formában fordul elő. Viszont a harmadik alak az a két képen Magdolna, illetve Szent Katalin, nem pedig, mint ezen a képen, Szent Pál. Tiziano stílusán belül olyan kvalitásról, minőségről, megragadó, kifejező erőről és a színeknek egy olyan tüzéről, intenzitásáról van szó, és a színek felvitelének egy olyan érzékletességéről, ahogyan a testet, vagy az a könnyedség, ahogyan a fátlat megfesti, vagy a három tekintetnek, a Mária alázatos tekintete, a kis Jézusnak ez a messzi távolba tekintése, és a donátor, aki Szent Pálnak van öltözve, annak ez az áhítatos hódolattal teli tekintete, hogy mindez olyan művészi erővel, szuggesztivitással, intenzivitással került ábrázolásra, hogy ez a legnagyobb festő ecsetjéhez méltó. A Magyar Nemzeti Bank részéről történt megvásárlás, hát az egy megnyugtató ponthoz juttatta el a történetet.